Ez mi volt? Ja. Sziasztok gyerekek, Bálint vagyok, és a mai videóban egy bejelentést, két bejelentést és egy videót szeretnék elkészíteni. Az első bejelentés az az, hogy a Bálint világa csatorna lesz a gameplay. Mind a kettőnek van amúgy csatorna képe és profilképe is. Ennek a csatornának a profilképe egy Illuminati, hát mi más lehetne. És a csatorna képe az meg azt hiszem egy ilyen tengerpart. A másiknak a csatorna képe azt hiszem egy hegység, vagy nem tudom mi, én már elfelejtettem. És a másiknak a profilképe egy föld, de hát a földes lesz a gameplay csatorna, és ez az Illuminati is lesz a vlog, challenge, akármilyen csatorna. A második bejelentés, hogy a mai nappal el szeretnék kezdeni egy új videósorozatot. Ez a Mersz és Mersz, vagyis majd nevet adok neki a videó végéig, azt hiszem, majd kitalálok valamit, amiben kihívásokat fogok megcsinálni, majd kommentbe írjátok le, hogy milyen kéréseitek vannak, hogy csináljuk meg vidibe, és még egy bejelentés, hogy a fahéj challenge-et nem fogom megcsinálni, de hát azt el is felejthetitek. Mert egyszer már megcsináltam, csak kitöröltem a fájt, mert ledobtam a telefont, és mentem a mosdókagylóhoz, mert rettentően megakadt a torkomon, és majdnem megfulladtam. Gondolom, most sokan ennek örülnek. Fú, ez milyen magyar mondat volt. Na mindegy, kezdjük is. Az első kihívás, hogy selfie úgy, hogy a lábaddal tartod a telefont. Jó van. Kezdjük is. A telefonom éppen töltőm van. Ez egy elég érdekes kihívás lesz. Azt kell, hogy mondjam. Na nézzük. Várjátok, mert ezzel kell vennem az opimat. Na nézzük. Várjátok, így megfogom. Na. Fordítsd már erre. Na. Oda nézzetek. Mindjárt meg lesz. Hát a lábujjam. Kattanjam már. Hát így talán könnyebb lesz. Istenem! Nem! Na! Yes, bitch! Jó van. És megmutatom az így készült képet. Istenem, menj már rá! Várjatok. Íme! Az lenne a kérdésem, hogy így olyan a képe, mint hogyha komolyan mondom, na, jó van. Ez is megvan. Következő kérés az, hogy mondj egy nyelvtörőt úgy, hogy megfogod a nyelved. Há, jó van. Várjatok, mindjárt mondok egy nyelvtörőt. Amúgy én ne zavarjon, de nem fogom megfogni a nyelvemet, mert fúj. Na jó van. Megvan. Mondok még egyet hatáskedvéért. Nem minden fonta, szaka, baka, faka, 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 baka, faka, faka, baka, faka, 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 faka. Oké, hát, amúgy elmondom most normálisan a két nyelvtörőt. Öt török, öt görög, öt dögönyöz közös örömök közt, föld döbög, döbörög, ördögök köz könyörög. Nem minden fajta tarka, barka, szarka, farka, tarka, barka, csak a tarka, barka, szarka, farka, tarka, barka. Ennyi. Hát most tessék. Ennyi. Ezt megoldottam. Nagyon szépen és videóhoz méltóan kezdjük ott. De jó ég. Következő az lesz.
Következő az... Várjatok. Énekeljem a bulibárót. Köszönöm szépen. Nem baj. Ezt megteszem. De jó ég. Pár sort fogok be. A bulibáró. Sálom, álom, álló. Én a bulibáró, legyen buli bárhol. Sálom, dílom, álom. Újra felöltöztem rajosan. Mert így érzem én jól magam. Ha a pixáikkal mulatok, két napig én nem alszom. Báró, sálom, álom, álom. Én a buli bárhol, én már a málom. Én a buli báró, én a buli báró. Báró, a buli báró. Ó. Jó, kész, ennyi. Én feladtam. Oké, akkor a következő... Következő... Ezt amúgy videósoktól veszem. Csak így elárulom. Nézést. Rettentően megfáztam. Jaj, eszembe jutott egy rettentően jó. Igyak úgy egy pohár vizet, hogy nem hajlítom be a könyököm. Ez a videósok úgy szokták csinálni, hogy így, de mivel odakint zuhog az eső, mínusz fok van, és meg vagyok fázva, ezért nem szeretnék tüdőgyulladást kapni a hideg vízt, ezért megpróbálom úgy csinálni, mint Maris, hogy így kinyújtja a kezét, hozok vizet. Itt a pohár víz. Ja nem, ezt nem fogom megcsinálni, mert még a végén lemondom magam. Hogy forogja körbe 15 másodpercig, és a letelt 15 másodpercig, igyak meg egy pohár vizet. Mindjárt kezdem. Te jó ég! Most így forog velem az egész szoba. Egészségvel. Na. Akkor következő kihívás. Elnézést, megingott a kamera. Következő kihívás az, hogy rajzoljak valamit szájjal. Oké, ezt meg fogom próbálni. Mit írja, hogy rajzoljak valamit szájjal? Jó, van, ez is egy szép kihívás lesz. Keresek egy tiszta papírt. Ez micsoda? Itt a papír, ez egy boríték, nem tudom mire van. Fúj. Ah,
és ezúttal két kihívást is meg fogok csinálni, hogy lerázolom le magat, magamat bekötött szemmel, és vagy szájjal, vagy valamit, rajzoljak le, de én most ezt kettőt összevetem. Bravo. Íme! Nem tudom mennyire látszik, hát rettentően gyönyörű vagyok. Kezdjük úgy. Ki, akkor... Következő, hogy fantomi mezzek. Jó van. Jó, ennyi volt a fantomi mezés. Jöjjön a következő kihívás. Következő, az hívjak fel valakit, hogy, és mondjam azt neki, hogy szia, anyád vagyok, elfogyott a kenyér, hozd, mert nem kecskében alszom. Oké. Fej. Most éppen nem találok olyat, akit fel lehetne hívni. Szóval, ja. Következő kihívás. A magasságos ég. Hogy válaszoljak kérdésekre, tehát most a melyik videósra jellemző Fit Maris, de hát Attila videójából fogok kiválasztani, ez nem kihívás, ezt én találtam ki. Hello, nektek, Attila vagyok, és majd különleges videóm lesz, nem mással, mint... Marissal! Ma együtt meg fogjuk csinálni a... Maga címet. Nem tudjuk igazából olyan címet. Melyik YouTube-os... Legvalószínűbb igaz az állítás, hogy ilyen állítások lesznek, és el kell döntenünk, hogy szerintünk melyik ilyen magyar... Nem sértésképp mondom, én szerintem nem followernára tippelek, mert ő rengeteg sokat szokott énekelni. De hát első kérdés, hogy melyik videósra jellemző, hogy a fülében, a fülhallgatóval a fülében az utcán elkezd énekelni valamit. Én ide followernát tippelem. Bocsi, de rettentően be van dugulva az orrom. Következő. Én de vagy a Szirmai Gergőt tippelem, Hollywood News Agency plusz AFK Légió, a videósok második részében hallhattatok róla, vagy pedig Dancsó Pétert, de hát ez a kettő, de szerintem Szirmai Gergőnek nagyobb az esélye, mert ő rettentően intelligens személyiség, és olyan szavakat használ nem sértésben, amiket kevesen értenek meg. Én például néha, nagyon kevésszer megértem, amit a videóiban mond. Sziasztok! Válint voltam, sziasztok!